11 hetes felkészülést követően vág neki a bajnokságnak a Nyíregyháza Spartakusz. Májusban és júniusban a már Gálhidi György vezette szakmai stábbal dolgozott 5 hetet a csapat, majd 2 hetes pihenőt követően egy 6 hetes periódus következett. Ezen belül 2 hétig Nyíregyházán lakott edzőtáborban a Spari, amely összesen 9 felkészülési meccset játszott az elmúlt hétvégével bezárólag a második időszakban. Ragyó körülmények között tudtunk dolgozni. Külön köszönet az egészségügyi stábnak, tehát a gyúroknak, a fizikoterapeutnek, erőléti edzőnek, de a kollégáimnak is a stábban, tehát a szakmai stábban is mindenki nagyon sokat dolgozott, és igyekezett a maximumot nyújtani. Az eltervezett munkát azt úgy érzem, hogy sikerült elvégezni. Egy kicsit a frissítés, a gyorsítás, a taktikai rész, amiben még elég sok kivetné való van. Ez az elkövetkező időszaknak lesz majd még a feladata, illetve a mérkőzések közben azért nagyon sokat tudtunk már javítani a bizonyos szempontokból a csapatjátékán. Bízunk benne, hogy kifrissülve ez még jobban fog kinézni majd. A keret némileg átalakult, Farkas Aurél, Galambos Ádám, Kalocsai László, Vasziljevics Nikola, Hamed Jasin, Jánvári Gábor és Papucsek Barna új igazolásnak számít, Trencsényi Bence pedig saját nevelésű játékosként került a felnőttekhez. Még egy középpályás és egy kapus érkezhet az átigazolási szezon végéig. A kapitány Fodor Ferenc reményei szerint gyorsan összeáll majd a csapat. Én bizakodó vagyok, nyilván idő kell a játékosoknak, míg beilleszkednek, míg megszokják az új közeget, és összeáll a csapat, ez nem fog egyik pillanatra a másikra menni. Szerintem egy 3-4 fordulóra szükség lesz, míg megtalálja a mester is azt a kezdő 11-et, illetve azt a magot a cserékkel együtt, akikre lehet számítani, akár hosszú távon is. Ugyanakkor a szellemiséget, illetve a hozzáállást tekintve egy panasz nem lehet, tehát jól dolgozott a csapat, mindenki beletett mindent, ami a felkészülés során kötelező. Remélem, hogy össze fogunk állni, és egy sikeres szezon fogunk futni. Az NB2-es szezon első meccsének egyik részvevője a Nyíregyháza Spartakusz, Gálhidi György együttese szombat este a legutóbbi idényben még NB1-es Kaposvár otthonában lép pályára. A stábból többen is megnézték a Honvéd elleni utolsó edzőmérkőzésüket, na de más egy edzőmérkőzés és más egy bajnoki rajt, tévémérkőzés, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre számítok egy nagyon jó csapat ellen. Vannak új játékosaik, hiszen külföldi játékosokat el kellett, hogy engedjenek, de 6-7-8 ember mindenféleképpen a tavaly NB1-ben rutin szerzőt és az NB1-ben játszó játékosokból adódik a csapat, úgyhogy kemény dió lesz, de fel vagyunk rá készülve, és mindent be fogunk tenni, hogy jó eredményt érjünk el a rajton már. Az NB2 nyitófordulójának további párosítása a következő: Soroksár Deac, Debrecen Budaörs, Pécsi MFC Dorog, Ajka Eto FC Győr, Szeged Békés Csaba, Gyirmut Csákvár, Szolnok Szentlőrinc, Siófok Szombathely és Vasas Kazincbarcika.